Sorakoznak a trófeák a Bökönnyi Művelődési Ház előtermében. A helyi birkózó klub elmúlt 3 évtizedének sikereit serlegek, érmek, különböző erekjék és újságcikkek örökítik meg. Az egyesület a megye egyik legjelentősebb utánpótlás birkózó bázisának számít. Számos országos és nemzetközi szinten is meghatározó sportolót neveltek ki, Pistár Róbert személyében pedig egy serdülő világbajnoki ezüstérmessel is büszkélkedhetnek. A klub 1990-ben alakult, 1990. szeptemberében, amikor ide kerültem a településre ugye pedagógusként dolgozni, és akkor merült fel az ötlet bennem, hogy esetleg csinálhatnánk egy birkózó csoportot, és ugye a község, az iskola akkor támogatott, és így indult az egész történet. Aztán eltelt pár év, nem is olyan nagyon sok, 5 év, és lett egy világbajnoki ezüstérmesünk is, aki ugye a mi nevelésünk, a mi színeinkben birkózott a magyar válogatott tagjaként, és így lett serdülő világbajnoki ezüstérmes. Emellett tucatnyi magyar bajnoki és diákolimpiai címet szereztek a klub által kinevelt sportolók. A tekintélyes eredmény listát 2010-ben a Birkózó Szövetség a Birkózás Városa díjjal ismerte el. Az egyesület ma is elsősorban a helyi általános iskola és a környező települések diákjaiból merít. Mint azt a klub elnöke elmondta, a szükséges fejlesztésekhez és a versenyeztetéshez a szövetség támogatását is igénybe tudják venni. Pályázatokat hirdetnek, ahol mi is nyerünk, és ez nagyon sokat segít, hiszen ezáltal nem csak a helyi vagy a kistérségi versenyekre juthatunk el, hanem például az országos vagy a nemzetközi porondra is kitekinthetünk, és bármilyen segítséget kérünk tőlük, például birkózó szőnyeget kaptunk, meg ha van segítség, akkor tájékoztatnak bennünket, és engedik, hogy a kistérség is igénybe vegye. Mivel a járványhelyzet sokáig nem tette lehetővé az edzéseket, a klubnál újra kellett szervezni a fiatalok felkészítését. A tréningek jelenleg a Bökönnyi tornaterem felújítása miatt tégláson zajlanak, a sportolók pedig versenyszerűen legközelebb januárban léphetnek birkózó szőnyegre.